Üdvözöljük kedves nézőnket a kifőzte soron következő műsorán. Úgy csak kérdezem meg, miért szomorú, hagyd legyen. Hazajöttél? Jaj, de... Na, hol vagyunk? Mit csinálunk? Magyarországon vagyunk, drága. Neki melyik, aki Madagaszkáron volt ideg, azt így kell beszélnie. Én tevén keresztül láttam a műsort, úgyhogy ne dumálja semmit, úgyhogy... Te mit csinálsz? Tevén keresztül beszélgetünk. Ja nem, tevén keresztül láttalak. Magyaros csirkemáj lesz, nem? Azt mondtad valami májat csinálni. Tehát Magyarországon májat akkor semmi. Más nem fogunk más csinálni. Ha legyiszek azt, hogy nem jön Magyaros semmi. Sobban a purin. Csirke? Hát valaki szerint igen. De mi nagyon szeretjük a tűfüggetlenül, hogy mi van bármi, mi van benne. Valaki a belsőséges sem szereti. Tehát mi szeretjük. Magyaros csirkemáj. Mitől magyaros a csirkemáj? Tényleg mi volt itt télen? Mondjál már valamit. Mi volt? Mit tudom én? Csend, nyugalom, béke. Na jó, hagyjuk. Ezt nem meg se kellett volna kérdezzem. Na apróbra vágtam a májat. Mit szeretnél vele? Annyi, hogy sok-sok használta, nem volt egy. Sok-sok igen? Használta. Igen? Hoztam neked. Karavánnal hoztam neked. Teljesen volt? Így van. Hoztam. Figyelj, nosztagezni akarsz. Itt van mögöttünk a tele. Menjél, beszélgessél vele. Igen? Hogy már megsahozom. Ujj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 j
Hát adjál neki egy kis pálinkát, drága, azzal is összeesik. Na, én elvégeztem a kivégzést. Most itt sózom meg a májat, vagy teszem még a hagymára sót, és akkor majd csákánnyal fogják szeretni. Ne sózd meg a májat! Csákánnyal fogják szeretni, jó? Ne sózd meg a májat! Én csak érdeklődöm. Ez most kockára vagy háromszögre? Vagy ledarálod? Figyelj, ahogy sikerül, megmondom őszintén, és megmondom, így kell. Képzeld el most sosába, miért a sok csatorám a tévék otthon, hát ott állandó mit érzek ott az állandóban. Hát felüzdítő is volt. Hát szégyellem magamat. Igen. És tanulsz is valamit, vagy csak nézed? Hát egyébként is nézeket, mi nem vagyok a stádióban tanulni, hogy tudjak, érted? Azt hittem érted is, amit elmondanak. Hát nem. És borsot csavarja te? Igen. Néztelek. Persze. Néztelek, van a hátállt a tévében, tudod, hogy volt egy híradok, BBC hírod, meg ilyesmi. Nem voltam benne. Nem. A migránsok hazajöttek. Hát ez van. Megérint szerencsénk. Megpróbáltuk, de hát. Nem volt jó a kolbász. Vagy sós volt a kolbász a kerítésen. És milyen volt? Milyen lettem volna? Milyen lettem volna, ha ott lettem volna? Jó lett volna, ha ott lettem volna, de nem voltam ott. De a határ másik oldalán nagyon sokat voltam, így nem tudom, hogy milyen volt. Jó, megbeszéltük? Uh-huh. Fokhagymát is fogsz beletenni? Én nem fogom összevenni, mert az én deszkám májas. Azt mondtuk, hogy vágjuk, nem kopogunk. Tessék! Tessék! És mondta a kollégám, hogy nem teszünk a májjal a sót. Miért nem kellett a sót tenni rá? Mert nem jó a máj sósan. Így van, meg kell még a máj tőle, így van. Nem jó a sós máj. Figyelj, ez jobban. Addig én főzök itt hidegen. Aki tud, az tud. Nincsen a sabbal a probléma. Na megint mit sumálkodod hátul? Én nem sumálkodok semmit. Én hidegen főzök. Ugyanazt fogom elkészíteni, mint te, csak én hidegen. Inkább mentél volna kihallni. Igen? Ha? Ők is azt mondták, inkább menjek vissza. Jobban szeretik, ha itthon vagyok. Nem tudom miért, de... Csak jó itthon lenni, nem? Jó. Szeretik én egy házát is, hogy... Mi lenne, ezt is átadnám, vagy ezt megcserélnénk, vagy... Cseréljünk helyet, jó? Cseréljünk helyet? Igen, helyet. Akkor és melyik kamerát kell nézzem, akkor ott volt, megtanultam, értem, most átjön más oldala, és elfelejtem, melyik kamerát kell nézzem ilyenkor. Amelyik rád mosolyog, hallod, csak arra tudsz nézni. Ezt még felvágom neked, most ez háromszög lesz, jó? Csak hogy ne tudd, hogy milyen megint volt. Megint elrontja a munkámat, már megint. Ne tudd, hogy milyen volt, igen. Paprika, csípős paprika volt, az itt is szokás. Jaj, de. Kettő darab. Jó kis friss lecső illata van. Paprika is van. Mi van még a lecsóba? Hagyma, paprika, paradicsom, só, a kritikus bors, a patkány. Fokhagyma. Az nincs benne? Az, igen. Az is benne van. Tényleg az a lecsó. Az is lecsó. Jaj, de jó, jaj, de finom.
Na figyelj, nincs gáz, elfogyott. Pedig azt hittem, hogy fogunk komolyan, gyorsan, szépen dolgozni. Na, megint alkot. Ilyenkor kap, a sírásra kap ilyenkor. A sírásra kap ilyenkor. Megint alkot, persze. Látod? Érette azt úgy, hogy összekevered, megközöd ezt a... Mi lesz abból? Nem az a szomorú. Szivárvány már. Addig mondja magának, addig mondja saját magának az övé jó, hogy el is hiszi. Ez a borzasztó. Higgyék el nekem. Aki megkonfliált meg azt mondja, hogy igazam van. A hátam mögött, nem az hátam mögött, nem azt mondja, hogy a hátam mögött. Igazam van. Még mindig. Egy kis sót sem, egy kis sót sem. Igen, igen. Arra, arra. Jó, sokat így. Nem érdekel. Majd legközelebb. Azt a pici kis kisebb bájuskát megkaphatom. Ma jól, Anna? Azt is kérnék, igen. A másik kettőből nem kérek. Majd a tálaló kis eszközön. Próbálnak hát, ha valós. Nem. Ja, a vájuk kell neked. Kis vájuska is kell lesz nekem. Persze. Na, akkor én meg... Átmenjünk Chinese-ba. Szép, nyugodtan. Megsütögetem a májamat. Pecsenyémet sütögetem, látod? Megfordítom szépen a paprikát. A másik paprikát. A fokhagymát. A hagymát. Te azt vagyok. Mondod, hogy megkeverted a lecsót. Én meg megforgatta. Na, látod? Látod? Mit jelent, hogy voltál külföldön? Annyi gyenge, hadd a zavar. Magyar Anna. Magyar Anna, igen, hasonló pedig. Jó. Csak tudnám, mitől fáj. A hasam. Hát ne érde nekem, azt fogja, hogy ne megyen az egy újévi koncerten vagyok, ne érdekelje már. Igen, voltál újra egy koncerte? Valóta, ezért akartam mondani, Istenem. Valig de jó, hogy nem láttalak. Tudja, hogy addig se láttam, de jó volt. Tudja, mihez kötni, hogy elmesél neked Volvo úton, érted? Igen. Azt mesél, de mikor olyan helyen voltál, mikor ilyen volt az egész. Na azt mondd el, na azt nem mered elmondani, mi? Ezt nem mondod elmondani, mi? Mikor volt a piros meg a kék egymás után. A spari meccsen nem voltál? Az én nem járok ilyen helyekre. Ó, drága, hát milyen nyíregyházi vagy. Hát nézem a tévébe. Ja, a tévé? Ja, tényleg, neked sok csatornás tévéd van. Aha. Van egy csomó fűzőmosor, meg olyan 15-es karikás műfős van benne. Három is. Nagyon jó. De azt nem szabad nézem. Azt mondta a feleségem, hogy azt már nekem nem lehet. Ebben a korban már minden ártalmas. Elkészültél? Aha. Ez minden recept paprikát, mint itt másítom vele. Ó, tényleg, fűsz el paprikát és akarsz átvenni? Igen, a színes paprika. Várjál, akkor én is teszek bele színes paprikát. Piros paprikát. Tegyünk bele piros paprikát. Minek mondtam, hogy teszek bele? Na, teszünk bele piros paprikát. Na, tessék, legyen benne piros paprika. Minek mondtam? Mit tettél meg? Még bele? Csak nehogy azt mondta, hogy valami hiányzik az enyémből, amit amit tiéd. Megkavarhatom? Nem. Ezt nem kavarni kell, drága. Forgatni. Szép, nyugodtan. Nem kapkod senki. Hát, és én még utólag kezdtem el a, ezen a kis maradék lángon. Egész jó. Igen, meg. De összesen három darab májacsit összesen. Három. Egy, kettő, három, meg egy kicsi. És akkor én megnézd meg. Ha? Te meg mennyit? 23. Az lesz az igaz. Mire fogod felengedni? Nem fogom felengedni. Ez így, nincs oda a keret, és akkor így fog keresni, hogy így lehet tunkolni majd, és nincs oda a keresztényeket. Kenyert hoztál? Én nem eszek ilyen, tehát, mert purin van benne, azt mondták, nem ehetek, purin van benne, és nem ehetek. Te májat se eszel. És purin? Az se. Igen, ez a csak. Átkolni sokan is készülök ez az ételben. Jó. Na még mondjál valamit, még nem voltam itthon, mi volt itthon? Ó, szép, tiszta serepet találtam, látod? Tengeri malacnak az itatója. Mind a négy év, hat is hozzá, nyolc a két végén. Na?
Én már elkészültem. 50 hány éve? Ez is 18 karikás. 3x 18, már 4x 18 lassan, 4x 4. Remélem jó hangosan mondtam, hallottam mindig, hogy 70 éves az öreg, 70. Á, de jó néz ki. Igaz? Nem azért mondom. Nem az. Ez. Én is azt mondom, hogy nem az, hanem ez néz ki jó. Na, engedj vissza a helyemre. Igen. Na, mi van már? Az mi az a kozmás valamit benne? Nézd csak, azt még ide tehetem, ha gondolod. Nem kozmásod. Csak így már sok, tudod? Ez kis pötti food lesz az én vacsorám, reggeli mebédem. Szóval, elkészült az igazi magyaros csirkemáj, tessék parancsolni. Minden elem megtalálható benne. És megnézzük, hogy ő mit csinál. Szomorú. Ez a... Nem mondom meg, mire hasonlít, de az is magyaros csirkemáj. Menjél vissza, elkább humboltál, mindegy. Nem mondom meg, hol volt. Kedves nézőink. Keresztrejtvény. Hol volt macska az elmúlt két hónapban? Erdőbe. Aki kitalálja, az a nagyon ügyes. Kifőzte kölcsönítévé, kifőzte.hu. Kifőzte. Kifőzte, kukac, kölcsönítévé.hu. Hiányzik a papír. Várjál, nem mutatják a papírt, így nem tudjuk jelolva. Jól vága úr, ezért érted, jól van. Szóval jó étvágyat kívánunk hozzá. Kifőzte, megint nem. Megvan a papír. Kifőzte, kukac, kölcsönítévé.hu. Az én szeretéket erre várjuk. Viszontlátásra. Csókolom.